Június 1-ével ismét a régi munkarendszerint üzemel majd a bátaszéki polgármesteri hivatal, mondta a város vezetője. Ezzel párhuzamosan megteszünk minden szükséges és lehetséges lépést az élet normális rendjének kialakítására, tette hozzá Bozsolik Róbert. A vírusveszély elhárítása jelentős költségvetési módosításokat eredményezett. Egyrészt ugye a gépjárműadó elvonása az már egy jelentős 21 millió forintos lyukat ütött a költségvetésünkbe, de ezt azonnal lereagáltuk, hiszen korábbi döntéseinkkel közel 45 millió forintnyi egyensúlyi tartalékot hoztunk létre. A védekezési költségek most már elérik a 6,5 millió forintot az elmúlt időszakra vonatkozóan. Ebben természetesen a maszkoktól kezdve a fertőtlenítő szereken keresztül minden beleértünk. Ennek megfelelően a napokban újra összeül az önkormányzati testület és áttértékeli a város pénzügyi helyzetét és lehetőségeit. Arról, hogy a közművelődési területeken és az idős gondozás területén milyen lépések tehetők még meg, nincs végleges döntés. Ez a kormányzati intézkedések kérdése is, mint ahogy az is, mi lesz a sorsa a nyár végére, vagyis az ősz elejére tervezett városi rendezvényeknek.